Kedves kollégák, elérkeztünk az általános relativitás elmélet történetének ismertetéséhez. Ez egy nagyon izgalmas téma, ugyanúgy, mint a speciális relativitás elmélet. Ez is a közgondolkozást is meghatározza, és bizonyára önök is sokat hallottak erről, mondjuk a gravitációs hullámok felfedezése, kísérleti bizonyítása történt nemrégiben, vagy a fekete lyukak körüli anyagról történő felvételek. Nos, aki ezt az előadást meghallgatja, az garantálom, hogy jobban fogja érteni ezeket a dolgokat. Mielőtt belevágnék a tételes dolgokba, a fizikai törvények ismertetésébe, egy elnevezési kérdést szeretnék tárgyalni. Mitől speciális a speciális relativitási elmélet? Ugye az előző előadásblokk erről szólt, tehát, hogy amikor nagy sebességgel mozgunk, akkor változik az időmérés, meg a tömeg, meg egy csomó minden, erről szólt a speciális relativitás elmélet. Az ebben a speciális, onnan származik ez a név, hogy ez csak az inercia rendszerekkel foglalkozik. Az egyenes vonalú egyenletes mozgást tárgyalja. Az általános relativitás elméletnek az volt a célja, hogy a gyorsuló mozgásokat is lehessen írni. Aztán ebből hogy lesz a gravitáció? Mert aki egy picit is odafigyel a hírekre, az tudja, hogy az általános relativitás elmélet a gravitációról szól. Nos, hát ezt mindjárt meglátjuk, hogy mi köze ennek a gravitációhoz. De előtte még egy egyszerű példát villantok föl arra, hogy miért is problémás, ha a speciális relativitás elmélet alapján gyorsuló mozgásokat akarok megérteni. Képzeljük el, hogy van egy álló korongunk, aminek erre a sugara, és értelemszerűen két piszer erre a kerülete. Tegyük fel, hogy meg akarom mérni ezt. Veszek egységnyi rudakat, tehát mondjuk méter rudakat, lefektetem a sugarára, mondjuk az 3 egység lesz, aztán lefektetem a kerületére, hát valamilyen mérési hibával, de megmérem végül is a kerületét ennek, megnézem a kettőnek az arányát, hogy hány rud van a kerületen, meg hány rud van a sugáron, és ennek mérési hibán belül 2 pi-t kell kiadni ennek az aránynak. Oké, ez világos, hogy emlékezzünk, a görögök például Archimédész foglalkozott ezzel, pont a pi értékét közelítette szabályos sokszög kerülettel. Na de, mi történik a relativitás, a speciális relativitás elmélet szerint, ha forog ez a korong? Akkor a sugárirányba elhelyezett méterrudak a mozgásirányra merőlegesen állnak, tehát ők nem rövidülnek meg. A sugara marad ugyanannyi a forgókorongnak. Ezzel szemben a kerület mentén elhelyezett rudak mozgásirányban vannak, és ezért rövidülnek. A forgókör kerülete kisebb lesz, a sugara pedig nem. Akkor hogy is van ez? Egy forgókorongnak a kerülete nem 2 pi-szer R lesz? Ez egy elég zavaros dolog. Nem is lehet így önmagában leírni ezt teljesen, mert a gyorsuló mozgásokra nem tudjuk a speciális relativitás elmélet egyenleteit alkalmazni, már pedig a körmozgást végző rudacskák itt, ezek gyorsuló mozgást végeznek, de az látszik, hogy köze van a geometriához mindennek. Mint egy fölborulnak a geometria törvényei, hogyha gyorsulnak a testek. Ez persze csak egy motiváció, ebből még nem lehet pontos dolgokra következtetni. Az azonban biztos, hogy ha meg akarjuk érteni az általános relativitás elméletet, akkor elő kell kaparni a tudásunkat a geometriáról. És ez nagyon szép ebbe a tudomány történetbe, és ezt igyekszem megmutatni ebbe a fizika történet előadás sorozatban is, hogy talán el is felejtettük mára, hogy mit tanultunk Euklidészről. Mert azt mondtuk, hogy alkotott egy tökéletes rendszert, amihez 2000 évig senki nem tudott érdembe hozzátenni valamit. Aztán előjön, hogy a mozgások megzavarják a geometriát a 19.-20. század fordulóján. És akkor kiderül, hogy mégiscsak fontosak ezek a szöszölések az axiómákkal kapcsolatban. És kiderült, hogy az euklideszi
axiómák közül, pontosabban az ötödik posztulátum az, ami egy kicsit zűrös. Ezt már régebben is sejtették a matematikusok, egyszerűen például abból, hogy ennek a leírt hossza sokkal hosszabb szövegesen, mint bármelyik másiké. Ugye mi is ez az ötödik posztulátum? Ez az, hogyha azt mondjuk, hogyha van egy egyenes, ez az eredeti, és ezt metsz két másik egyenes, úgyhogy ezek a szögek, amik itt benn vannak, ezeknek az összege kisebb, mint 180 fok, akkor meghosszabbítva ezeket az egyeneseket, valahol, lehet, hogy nagyon távol, de valahol metszeni fogják egymást. Ezt mondja ki Eukleidésznek az ötödik posztulátuma. Az a baj ezzel, hogyha az A plusz B szög, vagy alfa plusz béta, ha jobban tetszik, közel van 180 fokhoz, akkor ez a metszéspont nagyon messze lesz, kívül lesz a lap területén kívül, és nehéz ellenőrizni, hogy tényleg így van-e. De azért a józan eszünk azt sugallja, hogy ez már pedig így van. És erre építette föl, erre meg a többi posztulátumra, axiómára Eukleidész az axióma rendszereit. Tehát sokan gondolkodtak, hogy hogyan lehetne egyszerűbben megfogalmazni ezt, és átírták egy vele egyenértékű alakra, amit párhuzamossági axiómának neveznek. Ugye ez nem eredeti Eukleidészi axióma, de kiderült, hogy egyenértékű vele. Ez a következő. Veszünk egy egyenest, ez a kék, az eredeti egyenes. Rajta kívül fölveszünk egy pontot, és az az axióma, hogy a külső ponton keresztül pontosan egy egyenes húzható, ami sosem metszi az eredeti egyenest. Ezt nevezzük párhuzamos egyenesnek. Figyelem, a párhuzamos nem azt jelenti, hogy azonos a távolság mindenütt, csak azt, hogy nem metszi sehol se az eredetit. Az tehát egy egyenértékű axióma az ötödik posztulátummal, hogy hogy egyeneshez, rajta kívül eső ponton keresztül pontosan egy olyan egyenes fektethető, ami nem metszi az eredeti egyenest. Hát igen, de ez se ellenőrizhető kisméretekben, ki tudja, mi történik itt, ha nagyon távolra megyek. Sokáig ezt evidenciának fogadták el az emberek, egészen addig, amíg 1832-ben Bolyai János, a magyar matematikus, róla mindjárt pár szót még külön ejtek, föl nem vázolt egy teljes geometriai rendszert, ami független az ötödik posztulátumtól. Azt mondta, hogy akár feltételezhetjük azt is, hogy végtelen sok egyenes van, ami párhuzamos az eredetivel, végtelen sok nem metsző egyenes van, inkább ezt kéne mondani. Egy egész tartomány van, amibe induló egyenesek nem metszik az eredetit, mondta Bolyai. Még ha ez első pillanatban a józan eszünkkel ellent is mond, de akkor is kimutatható, és Bolyai ezt meg is tette, hogy ebből egy ellentmondásmentes geometriai rendszer építhető föl. Pár szót Bolyairól, azért nem sokat, mert ez nem matematika történet kurzus, és itt a fizikára kell a több időt szánni. Szóval Bolyai János csodagyerekként indult, apja is már híres tudós volt, de a 19. század elejé magyar viszonyok között úgy alakult, hogy nem mehetett elméleti pályára, hanem hadmérnök lett. Tehát akkoriban a fiatal, tehetséges férfi emberekből nagyon sokan lettek hadmérnökök. Önszorgalomból foglalkozott a matematikával, de egyáltalán nem tudott ebbe elmerülni, pedig szeretett volna. Hadmérnöknek se volt rossz állítólag, tehát azokat a tanulmányokat is jó eredménnyel végezte, de az nem volt annyi kedve, mint a matematikához. És gyakorlatilag hobbi szinten fölépítette a teljes nem euklidészi geometriát, és a nehéz körülmények között ezt nem tudta egy külön könyvbe kiadni, hanem csak édesapja könyvének egy függelékébe tudta kb. 20 oldalt szorítani neki, és ez a függelék, latinul az appendix, csak egy appendixként, egy függelékként jelent meg 21-22 oldalban, nagyon tömören ez a nem euklidészi geometriája. Itt van egy nagyon tömör oldal,
egy lapon föl kellett halmozni a több mint egy tucatnyi ábrát, hogy beleférjen a keretbe. Bolyai egy teljesen általános geometriát ír le itt, amiben kidobja az ötödik posztulátumot, és megnézi, hogy hogyan lehet ezt fölé, hogyan lehet ebből logikailag teljes rendszert fölépíteni. És meg is teszi. Nagyon tömören, nagyon rövid jelölések kellettek neki, de az utólagos tanulmányok azt mondják, hogy teljesen korrekt volt az egész. Sajnos nem kapja meg a kellő elismerést nemzetközi szinten Bolyai, és ezért nem tud kilépni ebből, és marad egy kissé megkeseredett hadmérnök, aki néha még ír egy-egy matematikai tanulmányt, de alapvetően szomorú, hogy nem ezzel tud foglalkozni, pedig nagyon nagy jelentősége volt. Utólag már a tudománytörténet elismeri, hogy ő volt az első, aki egy ellentmondásmentes rendszert fölépített. Hát itt ez a sztori nagyon összetett, nem mennék bele a részletekbe. Meg lehet nézni itt a híres Carl Friedrich Gauss például, akihez elküldték Bolyai műveit, elég szemét módon viselkedett Bolyaival szembe, nem adta meg neki azt az elismerést, hogy tényleg ő ebben első, és olyan dumákat eresztett meg Gauss, hogy hát igen, azért nem dicsérem Bolyai művét, mert akkor a saját művemet dicsérném, mert ezt én is felfedeztem már, csak még nem publikáltam, mert a világ még nem érett meg rá. Most higgyük el neki. Szóval, na, itt ez már egy kicsit szubjektív dolog. Bolyainak egy személyes tragédiája, hogy nem kapja meg az elismerést, pedig utólag látszik, hogy ezeket a fantasztikus eredményeket ő fedezte föl először a történelemben. Bolyai föl is veti, hogy ennek nem csak elméleti matematikai jelentősége lehet, hanem gyakorlati, esetleg a világmindenség nem is az Euklidesz geometria szerint működik, veti föl Bolyai, de aztán erre persze már nincs energia, hogy ezt kidolgozza. Aztán ebben a korban, az 1800-as évek elején berobban ez végül is hát lassú robbanása, de végül is bemegy a matematikai köztudatba, hogy lehet Euklidésztől független geometriákat építeni, és ezen a téren egy matematika történet kurzus jobban részletezni ezt a sztorit, mondjuk Bolyai, Lobachevsky, Gauss, Riemann, Poincaré, igen, ugyanaz a Poincaré, mint aki a speciális relativitás elméletben is szerepet játszik, neve említendő. Ők ellentmondásmentes geometriai rendszereket építenek föl, Euklidésztől függetlenül. Na de hogyan lehet elképzelni? Nem hülyeség az, hogy végtelen sok párhuzamos van. Az egyik lehetséges szemléltetés, aminek a segítségével el tudjuk képzelni mégis, hogy ez hogy néz ki a valóságban, az a görbült felületek geometriája. Képzeljük el, hogy nem sima papírlapra rajzoljuk az egyeneseinket, hanem mondjuk egy gömb felületre kell rajzolgatnunk. Ilyenkor, mondjuk egy gömb felszínén, két pont közt a legrövidebb görbe, az nevezhető egyenesnek, és nevezzük is ezt gömbi egyenesnek, de ha kívülről nézünk rá, akkor ez valójában egy úgynevezett főkör, mint például az egyenlítő, vagy egy délkör. Ezek nyilván más törvényeknek tesznek eleget, mint a valódi egyenesek. És a nem euklidészi geometriáknak az egyik szemléltetése az, hogy képzeljünk el görbefelületeket. A görbefelületeken nem tudunk igazi egyenest rajzolni, csak a lehető legegyenesebbeket tudjuk berajzolni, nevezzük ezt egyenesnek jobb hiány, és akkor erre vonatkoznak mindenféle törvények. Például, hogyha gömb felszínére húzok egyeneseket, a lehető legegyenesebb valamiket, akkor ugye valójában ilyen főköröket rajzolok, és akkor látszik, hogy nincs párhuzamos egyenes. Itt az eredeti egyenes, itt a rajta kívül fekvő pont. Ezen kívül nem tud, tehát ezen keresztül nem tudunk olyan egyenest húzni, ami valahol nem etszené az eredeti egyenesünket. Nincs párhuzamos. Vagy az is kiderül, hogy ilyen főköröket rajzolva ezeknek a szakaszaiból álló háromszögnek a belső szögösszege
nagyobb lesz, mint 180 fok. Ilyen dudorodó oldaluk van ezeknek a gömbi háromszögeknek, és ezeknek a belső szögössége eltér a 180 foktól, annál jobban, minél nagyobb a háromszög területe a gömb felszínéhez viszonyítva. Érdekes, hogy ezt már a középkori arab tudósok leírták, csak akkor még nem írták át az axiómákat, hanem egyszerűen csak a gömbi trigonometriát, a földmérés meg a csillagászati mérések kiértékeléséhez kifejlesztették. Például megvan a gömb háromszögekre a gömbi koszinusz tételnek a megfelelője, meg egy csomó minden, ezt már kidolgozták. Egy kicsit meseszerű megjelenítése a dolgoknak. Ha azt képzeljük, hogy van egy olyan bolygó, ami gömb alakú, és rajta lapos lények élnek, mert mondjuk olyan erős a gravitáció, hogy nem tudnak felugrálni, és ők csak a gömb felszínén tudnak mozogni, megrajzolni, nem ismerik a rá merőleges dimenziót, akkor ők gömbi geometriát fedeznének föl, az ő számukra az egyenes, az ez az egyenes lenne, amit a gömbön van, és ő nekik más lenne az euklidiszi geometriájuk, például nem lennének párhuzamos egyeneseik. Vagy a gömbi, vagy a háromszögeiknek annál nagyobb lenne a belső szögösszege, minél nagyobb a háromszög területe. De van az ellentéte is a gömbi geometriának, a hiperbolikus geometria, például egy ló nyergének, egy nyereg felületnek ilyen a geometriája. Egyik irányba így hajlik, másik irányba amúgy hajlik, és ekkor valósul meg például az, ami Bolyainak az egyik axiómája, hogy az egyeneshez egy rajta kívül fekvő pontból, ponton keresztül végtelen sok párhuzamos egyenes húzható, ami sehol sem egyszi. Nézzük meg például ezt az egyenest itt. Ez egy ideig közeledik ehhez a piroshoz, aztán a felszín görbülete miatt végül is elkanyarodik tőle. Persze, ami nagyon errefele indul, az metszeni fogja, tehát lesznek metsző egyenesek, de lesz egy egész tartomány, amin belül induló egyenesek, mondhatni párhuzamosak az eredetivel, tehát sehol sem metszik. Kiderült, hogy az ilyen nyerekfelületeken a háromszögek belső szögösszege pedig kisebb lesz, mint 180 fok. Tehát ez is elképzelhető. És valójában ennek felelnek meg a nem euklideszi geometriák, ez az egyik megfeleltetésük. Aztán elkezdtek a kezdeti feltételezések után a teljesen általános megközelítésen dolgozni a kutatók, például egy George Friedrich Bernard Riemann nevű ember, aki sajnos csak 40 évig élt, pedig, és ez alatt a 40 év alatt fantasztikus eredményeket tett le az asztalra. Ő neki meg az a személyes tragédia, hogy sajnos egy betegségben nagyon hamar meghalt. Ezért is kár, nem csak Bolyainak az el nem ismeréséért. Szóval minden esetre Riemann teljesen általános megközelítésbe leírta az olyan görbült terek és síkok geometriáját, amik helyről helyre máshogy görbülnek. Tehát nem nyereg, vagy nem gömb, hanem itt dodorodik, ott homorodik, akármilyen, mondjuk gondoljunk egy tórusznak a felületére, tórusznak a felületének a belsejében vannak nyerekfelületszerű részek, a külsején meg gömb részek. Szóval ezt például Riemann tett nagyot azért, hogy ezeket teljes általánosságban elég bonyolult matematikával, de leírta. És Riemann föl is veti, hogy ennek lehet köze a fizikához. Szerinte a tér geometriáját az anyag határozza meg. Az anyag sűrűsége befolyásolja az egyenesnek a fogalmát. Nem tudta bizonyítani, egyrészt korán meghalt, meg még a méréstechnika se volt ott. Néhányan ebben a korban végeztek kísérleteket, hogy például nagyméretű háromszögeknek megmérik a belső szögösszegét, de mindegyik mérés arra jutott, hogy 180 fok, hogy legalábbis azokban a méretekben, ahol mértek, nem lehet kimutatni az euklideszitől való eltérést. De hogy fölvetette Riemann ezt az ötletet, az már egy előremutató dolog volt. Ez az egyik vonulat az általános relativitás elmélet előzményeibe.
A másik vonulat, az pedig a fizikai vonulat, keresték a gravitációnak az okait. Ugye említettük Newtonnál, hogy a Newton gravitációs törvénye nagyon sikeres volt, de az okát nem tudja senki. Galilei, Newton is azt mondta, hogy nem fabrikálok hipotéziseket, miután föladta azt, hogy megértsön, miért is ilyen a gravitáció. Ezzel kapcsolatos volt, amire már Newton is felfigyelt, egy furcsa egybeesés, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékű. Miről is van szó? A súlyos tömeg az az M betűvel jelölt mennyiség, ami a gravitációs törvényben van. A súlyos tömeg azt mondja meg, hogy hogyan reagál a nagy M tömegű, mondjuk a Föld gravitációs terére egy MS tömegű, MS súlyos tömegű test. Például az alma, ami esik lefele. Vagy a hold, amit vonz a Föld és centripetális gyorsulást szenved el, miközben kering a Föld körül. Tehát van egy olyan paraméter, ami azt írja le, hogy a gravitációra mennyire érzékeny a test, ez a súlyos tömeg. Aztán van a tehetetlen tömeg, ami az F egyenlő M-szerába van benne, ami azt mondja meg, hogy a test mennyire áll ellen a gyorsításnak. Newton felfedezi, hogy ez a kettő azonos. És megjegyzi, hogy azonos, de nem tudom, hogy mi ennek az oka. Lehetne máshogy is. Lehetne az, hogy mondjuk egy 1 kg-os résztest, meg egy 1 kg-os fatest, mármint tehetetlen tömegbe 1 kg, tehát a sebesség változással szembeni ellenállása azonos mondjuk egy réz meg egy fagolyónak. Lehetne az, hogy ezekre különböző erősséggel hat a gravitáció. Miért kellene ennek a kettőnek ugyanannak lenni? De úgy tűnik, hogy ugyanaz. És ennek nem tudja az okát megadni Newton. Ez annyira piszkálta a fizikusok csőrét, hogy az 1880-as években a Göttingeni Egyetem komoly pénzdíjas pályázatot írt ki arra, hogy kísérletileg vizsgálják meg kutatócsoportok ezt a kérdést, és az kapja a díjat, aki vagy cáfolja, és megmutatja, hogy mondjuk a hetedik tizedes jegyben különbségek vannak a súlyos és a tehetetlen tömeg között, vagy a lehető legtöbb tizedes jegyre igazolja ezt a súlyos és tehetetlen tömeg egyenértékűségét. Nos, a díjat egy magyar kutató által vezetett csapat nyert el, Eötvös Loránd. Ők kapták meg a Göttingeni Egyetemnek a díját. Egy rövid megjegyzés, ugye Eötvös Loránd, röviden említettük már, ő követi Jedliket a Pesti Tudományegyetem fizika tanszékének a vezetésében, és ő vezeti az egyetemet. Ma róla nevezik ezt az egyetemet Eötvös Loránd Tudományegyetemnek. Eötvös Loránd nagyon sok mindent felfedezett, ezen kívül is olyan dolgai voltak, amiket nincs időnk megemlíteni, például a felületi feszültséggel kapcsolatosan is fontos dolgokat fedezett föl, azon kívül egy vagány fickó volt, lányaival olyan hegyeket mászott meg az Alpokban, amiket még előtte senki se, és közben vittek fényképezőgépet, akkoriban nem fért el a zsebükbe, és onnan föntről jó fotókat csináltak, szóval egy ilyen belevaló ember volt ez az Eötvös Loránd, az életéről nagyon sok érdekeset lehetne mesélni, de most maradjunk a gravitációs felfedezéseinél. Szóval Eötvös Loránd és társai nagyon speciális gravitációs méréstechnikát fejlesztettek ki, az úgynevezett Eötvös ingát. Ezek ilyen torziós ingákat a Coulomb-törvény felfedezésénél említettük, amikkel nagyon pici erőket tudnak mérni. Nos, Eötvös Loránd és társai néhány kilogrammos testek egymással való gravitációs hatását pontosan tudták ezzel mérni. Elsődleges céljuk a súlyos és tehetetlen tömeg egyenértékűségének az igazolása volt, és többszöri fejlesztés után végül 1908-ra 9 tizedes egy pontossággal igazolták, hogy már pedig a súlyos és a tehetetlen tömeg az ugyanaz. Mellesleg, ahogy az szokott lenni, minden alapkutatásból kiszokott jönni valami nagyon fontos gyakorlati eredmény is.
Kiderült, hogy ezek a nagyon pontos gravitációmérő berendezések például a kőolajkutatásban, ami akkoriban futott föl 1900-as évek eleje, indulnak a belső égésű motorok. Szóval a kőolajkutatásban is nagyon fontos, mert a föld alatti eltérő sűrűségű kőzetrétegek nagyon picit megváltoztatják a gravitációs teret, és ezt ötvös ingákkal ki lehetett mérni, és világszerte használták is. Továbbfejlesztett változatot ma is használnak ilyen elemi, ilyen nagyon pontos gravitációmérő berendezéseknek, kőolaj, földgáz lelőhelyek felderítésébe. Minden esetre Eötvös Loránd volt az és csapata, aki letette azt az eredményt az asztalra, ami után már senki nem kételkedik az 1910-es években arról, azzal kapcsolatban, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékű. Ez is kellett ahhoz, hogy Einstein majd 1915-ben kidolgozza a relativitás elméletet. De még az általános relativitás elmélet előzményeinél. A 19. században a csillagászat is sokat fejlődik. Ekkor születnek az első bolygó keletkezési elméletek, az első csillagtávolságmérések, a tejútrendszernek a kezdeti felmérése, a geológia kideríti, hogy a Föld az nem néhány ezer éves, mint ahogy az ősi iratokból, mondjuk a Bibliából következne, ha a szó szerint értelmeznénk, hanem minimum 100 millió, de inkább milliárd években mérhető a Földkora. Az egész univerzumról való gondolkozás, az úgynevezett kozmológia ekkor születik ebbe az időszakba. Persze, az univerzumról régebben is gondolkodtak az emberek, ilyen legendák, mondák, vallási elképzelések formájába, de a 19. században érik meg oda, hogy erről mérések alapján is tudjunk, meg megbízható elméletek alapján is tudjunk valamit mondani. Ezzel kapcsolatos, és ez is egy nagyon fontos az általános relativitás elmélet előzményeiben, Ernst Mach munkássága. Mach egyrészt egy nagyon konkrét problémakört vizsgált, a nagysebességű lövedékeket, a hangsebességnél gyorsabb mozgásokat tanulmányozta. Ekkorra jutott el a fegyvertechnika oda, hogy hangsebességet átlépték például az ágyú lövedékek. Innen ered a Mach szám elnevezés, amit sokszor szinte a hétköznapokban is használunk, jó, nem a hétköznapokban, de ha valaki megnéz, valaki érdeklődik mondjuk a haditechnika iránt, akkor mondják azt, hogy ez a vadászgép 2,5 Mach-kal is tud repülni, akkor azt értjük alatta, hogy a hangsebesség 2,5-szeresével repül. Szóval egyrészt Mach tanulmányozott ilyen konkrét dolgot, másrészt nagyon fontos tudományfilozófiai hozzájárulása is voltak. Például nagyon erősen érvelt amellett, hogy a fizika csak modelleket ad a valóságról, nem ismeri meg a valóság lényegét, hanem fölfedez törvényszerűséget, modelleket, és ha két modell matematikailag egyenértékű, akkor a fizika nem képes köztük kiválasztani, hogy melyik az igaz. Emlékezzünk például a Newton törvények, amik differenciális szemléletűek voltak, meg a variációs szemléletű egyéb törvények, mondjuk a Mó-Pertű jel vagy a Hamiltoni mechanika, matematikailag egyenértékűek, de teljesen más szemléletet sugároznak. Tessék visszalapozni a newtoni mechanika folytatásáról mondottakat. Melyik az igaz? A részecskék pontról pontra döntik el, hogy hogy mozognak? Vagy egy globális optimumot keresnek? Ernst Mach azt mondja, erre a fizika nem alkalmas, hogy ezt megválaszolja, csak modelleket ad a valóságról, tehát örüljünk annak, hogy vannak jó modelljeink, de ne kérdezzük azt, hogy melyik ezek közül a valódi. Ez nagy hatással volt Einsteinre, ugye ezek a gondolatok segítették például abban Einsteint, hogy azt mondja, hogy ha az éter kimérhetetlen, akkor legjobb, ha nem is beszélünk róla, akkor nincs okunk rá, hogy az éterről beszéljünk. Nagy hatással van Einsteinre Mach, személyes ismerősök is voltak, tehát Einstein sokszor elment az idős Machhoz,
és elbeszélgettek, pontosabban elkiabálgattak, mert Mach idős korára gyakorlatilag megsüketült, mert túl sok ágyúdörgést hallott a kísérletei során. Szóval minden esetre Mach nagy hatással van Einsteinre, aki azt a szemléletet veszi át tőle, hogy ami mérésekkel nem igazolható vagy cáfolható, az a fizika számára elérhetetlen, ne is beszéljünk róla. Másrészt van egy olyan konkrét dolog, amely az általános relativitás elmélet alapjai közé is oda épült be, a Mach elv. Azt mondta, azt a hipotézist fogalmazta meg Mach, hogy az, hogy mi az inercia rendszer, azt az univerzum anyaga jelöli ki. És Newton második törvénye valójában a többi testtel való kölcsönhatás eredmény. Einstein ezt majd olyan módon veszi át ezt a gondolatot, hogy ő a téridőnek a görbületét származtatja az anyag eloszlásából, és a téridő görbülete hatással lesz a mozgásokra, ez lesz a gravitáció. De minden esetre az, hogy az univerzum szerkezetét az anyag eloszlás határozza meg, ugye hasonlót Riemann is felvetett már, előbb említettem, de Ernst Mach is felveti, és tőle veszi át Einstein, és erre is alapul, meg ötvös Lorentz mérésére, meg a bolyai-féle nem euklidészi geometriára, meg sok mindenre alapul az általános relativitás elmélet. De ezt majd a következő előadásban vesézzük ki. Köszönöm a figyelmet!